kávé az élethez gospel. Ez közösi, kellemes hangot hoz fel, ami pont kell. Komoly dolgokat könnyedén, nincsen apró betűs közlemény. Fehéren, feketén, életről magyaráz. Nincs sok jó hír, a valósággal az a gáz. Mindegy, hogy min és mit játszol. Ez a gospel café, ami tisztán szól. Sziasztok! A Gospel Café című műsort láthatjátok, és Prekopa Miron vagyok, és szeretnék egy rövid üzenetet átadni nektek, amit a kicsit több mint két hónapos indiai missziós utammal kapcsolatban benne megfogalmazódott. Ami nagyon meghatározó volt számomra azt látni, hogy emberek sokkal rosszabb körülmények között tudnak boldogan, elégedetten, kiteljesedetten élni. És ebben a világban, ahol mindig többre vágyunk, mindig többet akarunk, megtapasztaltam, hogy, hogy az ember nem fogja elérni azt a pontot, amikor azt mondja, hogy na most már elég. Két évet kint éltem Németországban, ahol azt gondolom, hogy eléggé jó gazdasági és anyagi helyzetben élnek az emberek, viszont ennek ellenére nagyon sok ember él negativitásban, depresszióban, mindenféle elégedetlenséggel van teli az életük, és amellett pedig ennek az egész spektrumnak úgymond a másik oldalán lehet látni olyan országokat, ahol viszont tényleg alig van valamiük, és mégis tudnak boldogok lenni. A világ több mint háromnegyedénél Magyarországon jobban élünk, és ezt nem gondoljuk végig, mert mindig csak abba gondolunk bele, hogy Németországba, Amerikába vagy a nyugaton hogy élnek emberek, de hogyha felismerjük az apró örömöket az életbe, az, hogy van ivóvízünk, van fűtés a házunkban, van szemétszállítás, van áram a nap 24 órájában. Ebből még sose gondoltam bele, de Indiában körülbelül 8-10 órát volt ott áram, ahol én éltem, és a többit azt valahogy meg kellett oldani. És azt gondolom, hogy amikor sokszor lelassul a net, és azon képesek vagyunk mérgesek lenni, vagy idegesek, akkor azt gondolom, hogy jó ebbe belegondolni, hogy annyi dolog, annyink van itt Magyarországon, annyira jól élünk. Illetve még egy dolog, ami feljött bennem, hogy az, hogy mi beszélhetünk szabadon Krisztusról, az nem egy teljesen magától értetődő dolog. Főleg nem például Indiában, ahol az ember súlyos következményekkel nézhet szembe, hogyha nyíltan felvállalja a hitét, de mégis teszik, mégis mennek, és kilépnek a komfortzónájukból. És számomra ez egy nagyon nagy tanulság volt, hogy amíg itt van nekünk lehetőségünk Jézusról beszélni, addig ezt tegyük meg. Amire szeretnék mindenkit bátorítani, hogy lépjetek ki a környezetetek felé. Az, ami van nektek, az lehet, hogy sok ember számára nem evidens. Lehet, hogy ez egy olyan családi környezet, ahol te felnőttél, kaptál szeretetet, tudsz adni olyan dolgokat, amit mások nem kaptak meg. És az evangéliumot azt gondolom, hogy mindenkinek szüksége van, hogy hallja. Legyen ez a szomszédod, legyen ez egy vidéki falu, legyen ez egy országhatáron túli hely, vagy éppen a föld másik fele, felelősségünk elvinni az evangéliumot minél több helyre. És én szeretnének benneteket bátorítani, hogy a missziónak három fázisa van, három kategóriája van a misszióban való részvételnek. Az első az az imádkozás. Az, amit azt gondolom, hogy mindenki tud tenni, függetlenül attól, hogy mennyi idős vagy milyen helyzetben van. A következő az adás. Gyakorlatilag akár anyagi, akár más szempontból, ha tudsz adni, akkor ez már egy másik jellegű elköteleződés. És a harmadik pedig, amikor mész és teszed, tevőlegesen része vagy a missziónak. És ezek nem egyik se jobb a másiknál. Ezek mindegyikre van szükség. Hogyha úgy érzed, hogy valahol szeretnél részese lenni a missziónak, azzal, hogy te imádkozol, vagy azzal, hogy adsz, vagy akár elmész és szolgálsz, akkor ezt tedd meg, nagyon bátorítalak rá. Nekem nagyon sok, annak ellenére, hogy adni mentem, nagyon sok dologgal lett gazdagabb az életem, szóval nagyon tudom ajánlani, és tudlak ebbe bátorítani benneteket. Ennyi lett volna. Köszönöm szépen.